Az otthonnak körülbelül 100 lakója van. Clara egyike a kedvenceimnek. Ő áll talán a legközelebb a szívemhez. Mindig mosolyog, és a természete is fantasztikus. Reggelenként bűbájosan tud rám nézni, megölel és megcsókol. Gyakran hozok neki könyveket, rajong a regényekért is. Mindig kedves és mindig boldog. She's always pleasant, always happy. Amíg a kis kényszeredett Valentin napi ünnepséget nézik, beavatom önöket, hogyan alakult az anya élete. Összesen 9 férje volt, 4 magyar Magyarországon, Széchy Ferenc volt a második a sorban, és 5 amerikai Amerikában. Soha nem volt vagyona, ám szegény sem, mint ahogy a többiek ebben a középosztálybeli öregek otthonában. Magyarországi életéről még nem hallották beszélni, mint ahogy gyermekeiről sem. Az interjú előtt annyit mondott, hogy így öregem boldog, hogy mesélhet a magyaroknak egy gonosz anyáról és csodálatos fiáról. Megbánta, hogy így viselkedett akkor, és nem fogadta a palikát, vagy pedig... Én nagyon bűnösnek éreztem magamat, még máig is. Az anyám nagyon rosszul bánt velük. Akkor én már nem voltam otthon. És mint anya, csak azt tudom mondani, hogy nagyon rossz anya voltam. És nagyon rossz néven veszem a szüleimtől, hogy engem annyira elkényeztettek, hogy nem az életre neveltek. Tegnap, amikor ott voltunk a Máriánál, és tetszett látni a Palinak a fényképét, akkor tetszik emlékezni, hogy mit mondott? Azt tetszett először mondani, megsimogatta a fényképet, és azt mondta, hogy találkozni fogunk. Igen. Szeretne Palival találkozni? Nagyon szeretné, és én hiszek a lélekvándorlásban. Azért, mert ez az élet túl rövid ahhoz, hogy a célunkat elérjük, vagy hogy úgy mondjam, hogy a karakterünket, a jellemünket csiszoljuk. Ez egy élet kevés, és én mindig azt mondom, hogy ez egy befejezetlen szimfónia. Tovább kell menni, amikor olyanok leszünk szellemben, perfekt. Tökéletes. Tökéletes. És találkozni fogunk. És remélem, hogy ő megbocsájt nekem. Ez az egyetlen, amit szeretnék. Viharként dombol már a messzi távol. Elgyúlt a régi tűz, s a szívem. Amikor tetszik hallani a Palit énekelni egy lemezről, akkor mire gondol? Én gyönyörű hangot hallok, és néha megértem a magyar szavakat. Szomorú, nagyon szomorú nekem az. Én nem örülök, hogy azt hallom, mert ő beszél hozzám, énekel. És én elhagytam őt. Megmondom őszintén, amikor utaztunk ide Amerikába, azt gondoltam, hogy filmet készítek Széchy Pál életéről és haláláról. Itt találok majd egy gonosz öregembert, Széchy Pál édesanyját, aki próbálja majd mentegetni magát, próbálja majd magyarázni, hogy abban a korban, az 50-es években, amikor elhagyta gyermekeit, bizony történtek érthetetlen dolgok. Nem itt történt, mert ezt én mondtam neki azután, amiután gonosznak nevezte magát és bűnösnek fia haláláért.